Mindenkinek legyen helye, jöhetünk előrébb, gyerünk nyugodtan előrébb, hogy elférjetek, jó? Remek, hogy gyere ide előre, gyere, 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 jó, oké, na figyelj, akkor szabály, helyezkedjétek, gyere, szabály adni, ez megint egy olyan tőkitöltés, hogy ez eszemelte minden, ez a szabály a következő, vagy plankelsz, vagy feküdtámaszkozol, az alatt folyamatosan mond a vers szövegét, hogyha úgy érzed, hogy picit elfáradtál, 5 másodperc szünetet tarthatsz. Jó? És nagyon fontos, hogy ha plenkeltél, akkor a szünet után feküdtámaszkozz, aztán folyamatosan cserélgetsz bőzött. Jó? Oké? Okay? Tessék? Akkor nálad marad egy. Szünetet tartsál, nem az a cél, hogy meghalj, de az a cél, hogy egy picit elfáradj. Jó? Mehet? Oké. Okay. 1, 2, 3. Jó, és azt szeretném kérni, hogy te átbízom, melyik formát választod, azt válaszd, amelyikben nagyon gyorsan el tud fáradni. Jó? És azt szeretném kérni, hogy akkor kezd el mondani a vers szövegét, amikor már tényleg úgy érzed, hogy kevés energia marad benned, és akkor próbáld meg végig tolni, amennyit tudsz. Oké? Okay? Rendben? Tehát most azt csináld, amit tudsz, és hogy elfárad minél előbb, jó? Oké? Okay? Onnan folytasd, ahol most akarod. Jó? Megvagy? Megvagy? Rabikám? Figyelj! Először most nagyon gyorsan fáradj el, és utána még, ami van, azt arra használd föl, hogy a mozdulatsor közepette elmond a szöveget, ameddig bírod. Meg! Hello! Álljál! Először fáradj el! Először fáradj el! És utána jöhet a szöveg. Figyelj! Mert sem népek, amely rettek, hogyha válasz, szemét lesütve fogjuk, most onda válasz. Egy nem a térben. Azt kérdezni, hogy az a csapat maradjon bent a térben, aki csütörtökönként velem kezd. Jó? A többiek, ha a légzés rendben van, akkor üljenek le oldalra. Jó? Akkor nyugodtan még maradhatsz, állhatsz ide. Jó? Következőt,
össze-vissza vagytok. Mehetem egy ember, fölugrasz és tapsolsz egyet. Következő ember csak ugrálva közelítheted meg. Jó? Oké? Okay? Lehet? Lehet? Onnan, ahol abba hagytad. Jó? Oké? Okay? Gyere, tömörödjél. Sok vezető. Folyamatos ugrálás és közben, ha ott van melletted, akkor padítod. Jó? Kis idő kell, Szoncsi, Szonya, nyugodtan álljál ki. Hát a lányomat is jól, de. Jó? Oké? Okay? Jó? Megvagytok? Jó. Egy. Micsoda? Kicsit akkor pihenj, hogyha valami történt. Ugye? Egy, kettő, be! Nem sétálok oda a többihez, hanem ugrálok. És minél több facsi legyen, jó? Nem sétál. Figyelj! Be! Ugye, együtt legyetek, mert akkor biztos, hogy lesz a közelben valaki, akivel pacsizhat, jó? Figyelj! Egy, kettő, be! Séta. Akinek labdát adok, az beszélhet. Jó. Nálad a labda, mondod a verset. Nézed a szemeket. Igyekezz szabadulni a labdától, és átpasszolni valakinek. Csak az beszélt, akinél labda van. Figyelj arra, hogy keresd azt, hogyha labdát óhajtasz, mert nagyon fontos, hogy minél többször legyen nálad a labda, és utána azonnal nézd, hogy kinek adhatod tovább, jó? Oké? Okay? Előről kezdjük. Előről kezditek, és természetesen ott folytatod mindig, ahol éppen abba hagytad, jó? Érthető? Most mindenki, mindig, ha nincs nálad labda, aznak az embernek a szemét keresed, akinél labda van. Akinek a nevét mondom, az elkezdi a verset az elejétől. A következő név, akit mondok, az onnan folytatja, ahol az előző évben jár. Jó? Oké? Megvan? Akinél úgy ítélem meg, hogy hibázott, vagy gondja volt, azt kiűzik. Jó? Oké? Laura! Kikértelek, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet. A gyepreikben nagy ügyétség szállottunk be. Andi! Mind bársony felveteg és lábom alatt álmatok, forogtak, ütött gyárdak, és erre morogtak a sovány nevet. Peti! Fürkésze körben guggoltak a bokrok a város felenét. Marci! Az őzi szél köztük, vigyázz a botban! Peti! A hűvös terevény a lámpák felé lesett gyanakóan, vatkácsa riadt hápokba a tóba, amerre mentek is. Épp azt gondoltam, Lila!
Kiérti, a táj olyan elhagyott, s én váratlan előbukkant egy férfi, de tovább Lili. Utána néztem, kifosztatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem. Dávid. Az országban a törékeny falvak anyám ott született, az eleven jobb fájáról leullottak, mint Emma. Soha rájuk hába felnőtt bal szerencse, mint megcsőlem, hogy nyomorod a szerencse. S elborlik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem a rendet. Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem így homos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tegyek az alattomat. Sem népet, amely retteg, hogyha választ. Szemét lesülte fontos Sanda választ el, és vidulhat orosz. Szonya. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy ilyen. Kincső. Veszek, mint apró gyermeket. Ki egy jó szóra ugrott volna nyomban. Én tudtam, messze a gyermekonomban. Ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogalmad az idegen agyag, mint szívemben a halál. De jogom Nati. Van. De jogom van. És lélek vagy agyag, még nem vagyok. Nem vagy becsös az írnám, hogy érek kővel. Szóganul kivérnám, hogy nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmben. Anna. Nyugi, csücse. Kincső. Emberek, nem vadak, elvétlenül. Szívunk még vágyat érlel, nem tartozik. Jöjj el szabadság, teszünk nekem rendet. Laura. Jó szóval oktasd, és játszani is enged, szép, komoly fiam. Anna. Kit érte meg, hogy elmondjam, mi bántunk hazafelé menet. Hogy a fréten lakulani sötétség szállott. Peti. Mint bársony permetek, és lábam. Rabi. Állatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen forogtak. A sovány levelet, fűkészve körben guggolt a kincső. A város peremén, az őszi szél közt vigyázva botlott. Fűkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén, az őszi szél közt vigyázva botlott. A hűvös teledény a lámpák a kérdése. Gyanakvóan makkács riadt hápogva a tóban, amelyre mentem én. Frankó. Így gondoltam, nem törhet ki egy ilyen tájó jelvegyőt, s imbárt le előbukat. Szonya. De tovább akadok. Utána néztem. Kifoszhatná engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem. Még nyomorult vagyok. Csücski. Szonya. Csücski. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kire. Nati. Aktárba írják, miről álmodoztam, s azt Dávid. És nem sejtem, mikor lesz elég ok előkotolni azt a kartát, hogy ott már jogom sérti meg. És az országban a törékeny falnak. Andi. Anyám ott született, az eleve jobb pályáról lefutak, mint itt elevele. S a rájuk hága... Lilla. S a rájuk hága felnőtt bal szerencse, mind megcsodál, hogy nyomorát jelentses, elfordít szép. Marci. Ó, én nem így képzeltem a rendet. Lelkem nem így honos. Emma. Nem hittem létet. Nem hittem létet, hogy könnyebben fejthet ki alattomot. Sem... Sem népet, mely retteg, hogyha választ. Laura! Sem népet, mely retteg, hogyha választ. Jó, oké, köszönöm szépen. Csücs le, másik csapat. Jó. Jó, léta, megy a labda, jó? Nagyon figyeltek, hogy az előző csapat nehéz szerettem, hogy így odaadtad. Ne, dob. De az is egy feladat, elfogad, jó? Oké, figyelj rá. Mondom a nevet, és mert a vers. Anna. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelmenet. A gyepre éppen lant sötétség szállott, mint bársonypermetek, s lábom alatt álmodtan forogtak. Ütött gyermekként morogtak, halkan morogtak a... Jopi. A sovány levelet. Sovány levelet. Fűkészve körbe guboltak a bokrok a város. Álmos.
Csücski, Bazsi! Az őszi szél köztük vigyázz, volt ott a hűvös televény a lámpák felé, ne se gyanakvóan. Jászmin! Barkácsori a tápogatóba, amerre mentem én. Ámos! Jó, oké. Milán! Épp azt gondoltam, rám törhet, kiért? Fálint! Épp azt gondoltam, rám törhet, kiérti, etáj, oly elhagyott. Dorka! Én váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Ráhel! Utána néztem, kifoghatná engem, hisz védekezni nincsen semmit. Sári! Semmi kedvem, mi nyomorult vagyok. Számomra tettek, mint telefonosztam. Rebeka! S mikor, miért, kinek? Aktákba írják, miről álmodoztam, s azt is kiérti már. Zénó! És nem sejtettem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mert jobbom sérül. Zsófi! Miki! Az országban a törékeny falak anyámon született. Zsófi! Az elevenfájáról. Az elevenfájáról leúrtak, még itt a levelet. És különösen népet nehéz. Bazsi! És a rájuk hága felnőtt bal szerencse mind megcsörrem, hogy nyomon átjelentse. Jászmin! Elfordik szép pereg. Ó, én nem így képzeltem el a lelkezt. Rebeka! Lelkem nem íhonos, nem hittem létet, hogy könnyebben tenked, aki alakul. Ágika! Sem népet, amely rettek, hogyha válasz. Szemét lesütve fontol, csak a válasz. És vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engemet sokszor nem is tudtam miért. Ráhe! Mint apró gyermeket kiugrott volna egy jószóra nyomban. Én tudtam. Zsófi! Én tudtam. Messze anyám. Rokonom van. De ezek idegenek. Milán! Bálint! Felnőttem már. Szaporodik fogamban az ideg anyag, mint picmi szívemben a halál. De jogom van, és lélek... Szonya! És lélek vagy agyag, még nem vagyok, s nem oly becses érhám, hogy... Bálint! Hogy szót, hogy nem életfőben szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem belsőből vezérel. Miki? Emberek, nem vagyok, elmék vagyunk. Milán! Emberek, nem vagyok, elmék vagyunk! Köszi! Köszi! Zsófi! Csücsre! Oké, csücsre! Pazsi! Szívünk, vagy miért? Szívünk még vágyat érlel, nem kartot érlel! Sári! Jöjj el, szabadság! Feszülnek el rendet! Ráhel! Jó szóval oktasd, játszani is engedt, szép, komoly kiadat! Oké, köszönöm szépen. Csücsre, várok, amiket beosztottunk az első csapat megjelentől, jó? Nem, bocs, elrobottam. Mindenki csücsre, mindenki csücsre. Elrobottam. Kérek egy párt, beosztottunk egy párokat, jó? Az én ki a párok? Robi. Jó, egyébként. Ne! Tudtam, hogy olyanok lesznek, hogy kidurrantják a lufikat ők. Én mondtam nekik, hogy ha kidurran egy lufi, akkor egy kalapból kihúzok egy nevet, és ezt megmutatom. Fölvállaltam, jó? Én a versre visszaadom, hogy kidurrant a kancsot, jó? Pár baj, jó? Addig tart, amíg az egyik fél nem hibázik, jó? Addig tart a menet, amíg valamelyik lufi le nem ér a földre, vagy a szövegbe hibázik. Nincs lehet, Dorka, ki a párod? Nincs lehet, gyere! Kikérdezem meg, hogy elmondja, mi bántott ez a felmenet. Hogy a fényben a sötétség szállott, mint bársony, hogy felmeteg és lábamon a támadtan forogtak, ügyött gyermekén csendesen morogtak a sovány levelet. Kürkészek körben guggoltak a bokrok a város peremi, az őszi köztük vigyázva a botlok. A hűvös szelevény a lámpát felé lesz. Oké, Dorka! Kincső, ki a párod? Ha, gyere!
Kitiltja meg, hogy elmegy a kiváltod hazafelé menet. A gyerekekben lancsütéség szálló, mint bátor felvetet. Slágban az állatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen borogtak a sovány levelet. Fürdészve körbe guggoltak a bokrok a város peremét, az őszi szél köztük vigyázva botlott. A tüzesen elénye lámpák felé lesett gyanakulóan, patkács a riad hátokban, szóval amerre vesztetett. Épp azt gondoltam, rám volhet ki ilyet ért táj, hogy Károly elcsírvára, ha már nyomtak a nögyfélyek, de tovább akartak. Utána néztem, ki hozhatná engem, és védeket, én nincsen semmi kedve, mert nyomorult vagyok. Számon tartatják, mi telefonos, és mikor ügyet. Laura, ki a párod? Gyere! Ezt te mondjál te egy neved, hogy Asira, jó? Mert akit te a következőt, jó? Nem, 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 mondom, mert akkor... Mert azt hiszik, hogy összeesküszöm, hogyha... Jó, 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 jó. Figyelj, mert... Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet. A gyerte éppen lancsütésig szállott, mint bársony permetek, lábom alatt állatlan forrottam, ütött gyermekként csendesen mondottak a sovány levelek. Fürkészve körben hugoltuk a dolgot a város peremén. Miért álltál meg? Jó, az egy szabály. Mint színpadon a hiba. Oké? Okay. Mit csinálunk a hibával? Nem reagálunk rá, folytatjuk, jó? Ágika, győzött. Milán. Oké? Okay. Laura, jó? Megközelebb. Csináljuk tovább, nem? Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen nagy sötétség szállott, mint bársony permeteg. Lábam alatt álmatlan forogta, ütött okay, gyermekként csöndesen. Bálint, egyetlen következő. Jön. Emma. Sári. Sári, hát ki mi? Most el, majd beszélünk. Figyelj! Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lancsötétség szállott, mint bársony permeteg. S lábam alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen maradtak a szahány levelek. Fürkészve körbe guggoltak a bokrok a város peremén. A közi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös levén, a lámpák felé lesegedett a nyomán. Patkácsolja a hápokba a tóban, a már nem terén. Erről azt gondolkoztam, rám törhet ki, érti a tárgyal, hogy elhagyom. S imbarát lelőle bukkan, hogy férfi, de tovább akadott. Utána néztem, kifozhatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, még nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mint tőle felhoztam, és hol miért, kinek, aktába írja, mivel álmodtam. Azt is ki érti meg. S nem ismerhetem, mikor lesz el jó, előbb azt a kamadékot megyünk, hogy sem meg. Az ország már csak egy falat, anyám ott született. Az eleven jobb fájára, nem tudok, mit jött bele. Jó. Lényegben, jó, oké. Marci, ki a poltál már? Nem, most már. Úrta, már is jól volt közben. Ha a nevet akarjuk, mert... Utána néztem, hogy jó! Zivics, a győztes. Következő.
Miki. Gyere, Miki. Igen, akarok tőleg, Miki. Figyelj! Kitiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé mellett, hogy elmondtam, hogy csiszállott szállás embernek, láb alatt álmatlan forogtak, tömörjelben csendesen morogtak a sovány levele. Épp azt gondolta, hogy rám törre, Kitértem el, hogy elmondjam, mi bánott hazafelé mennek, a gyerekeikben a hűtétség szállott, mi bársai felvetek, és lábam alatt álmon forogtak, ütött gyermekkel, és rendesen voltak a sovány levelele. A vászta könyvezve a város, a reményt. Jó, Andi. Ki jön? Gyere, Rebeka. Figyelj! Kitiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet. A gyepreimpen lancsötétség szállott, mint bársony permetet. Lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Épp körben kugoltak a bokrok a város peremén, az őszi szél köztük vigyázó botlott. A hűvös teremény a lámpák felé lesett gyanakóan, vadkács riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti, mert a álmodjál vagyok. Sovárhat, előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Kibozhatná engem is érekezni. Na ti, segítsetek már, mert nem tudom, ki volt, ki nem. Dávid, az álmos, még nem voltak. Álmos, következő az álmos. Meg én. Meg te. De. Aktákba írják, miről álmodoztam, és azt is kiérti meg. És nem sejtettem, mikor lesz elég bok előtt, hogy ezt a pacotékot már jobban sérti meg. Az országban a réken falvak a nyámot született. Az álmányok fájáról nem tudok, hogy minden levelet. Jó. Nati. Álmos, Dávid. Kitiltja meg, hogy elmondja, mi váltott hazafelé menet, hogy éppen nagy sötétség szállott, mint bársony permetek, s lábam alatt támadlak forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fűkészve körben hugoltak a bokrok a város felé, mint az összes okay, ötük. Oké. Ki van? Itt van mindenki volt, nem? Ki a pályaszédőzik? Jó. Figyelj! Kitiltja meg, hogy elmondja, mi váltott hazafelé menet. A gyepre éppen nagy sötétség szállott, mint bársony permetek. Sávom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben hugoltak a bokrok a város peremén, az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös telepény a lámpák köré lesett gyanakúan, a vadkácsokat hámogva. Villa, visszatudhatom. Nem tudom, hogy mikor lesz elérkezni, hogy a szakadékot, mert jobb elégért, mert az elején a törékeny falokat nem tudom, 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 az elején
De első csapatot kérem, tudjátok most, amiket beosztottunk párokat, és abból volt 8 ember. Azt a 8-at kérem ide. Többiek menjenek hátét. 8 ember ide jön a kapu mellé. 8 pár. Menjetek hátét, magad csücsöd le, Ágnes a te is. Csücsre, Sári, Emma, gyertek. Igen. Most... Kezdjük úgy, hogy a Sári lesz az első mozgás. Bármit mozoghat, ezt ő tudja annyi kimbőzetében. Emma ezt utánozza, és mondja a szöveget. És amikor azt mondom, hogy csere, akkor pontosan ott, ahol az Emma tartott, átveszed te a szöveget, az Emma pedig mozog. Jó? És aztán akár egyszer azt mondom, hogy csere, akkor ez megtörténik. Jó? Oké? Okay? Jó? Megvagytok? Sári kezdi a mozgást. Meg! Kitértse meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet. A gyermeki pelancsíték szikszálló, mint bárként felmenet. És lábom alatt álmatlan borogtak, füstött gyermek kincsetesen borogtak, a sovány fa levelek. Sőkétszer törben dugaltak a bokrot a város szerepét. Csere! Az összes szerkezetük vigyázz botott a hűvös televéle, az elefant hüllesen jön a fóval, batkácsol élve a hápóból, amerre mentem én. Épp azon gondolkodtam, rám törhet, kiérti a tájölet, ha csímálat lelőbukat egy férfi, de tovább bathatom. Utána néztem, ki mondhatna engem, mit szülnek ezt, és nincsen semmi kedvem, mi nyomorult vagyok. Számot adhatják, mit telefonoztam? Kere! Miért? Kinek? Aktárba ér, a csát, mire rámadottam, az is miért kinek? Kere! És nem tudom, mikor lesz elég a kedvekotolni, azt akartam, mert jó, hogy sérti meg. Kere, mozog! Jó, innen folytatjuk, Emma, mozog, meg! Ő mozog, te utánzod, és te mondod a szöveget, meg! Kurasszom! Aktába írhatják, meg! Aktába írhatják, meg! Az országban! Az országban! Fülik egy falok, vagy állok szönet! Az olajon a fejről lehúltak, mint itt, a levelek! Nem tudom! Jó, kicsi! Mit hívj ki a párod? Miki kezdi a mozgást? Jó, amikor mondják, jó? Kitértja meg, hogy elmondja, ami bántott az a felé menet. A gyepre éppen elsődérték szállott, mint bármilyen bennetek. Lába maradt, állottan forogtak, ütött gyermek, és rendesen maradtak a levelet. Fürkésze körben dugoltak a bokrok a város peremén. Az őszi cél köztük vigyázza a bortot, az ősz peremén. Az őszél köztük vigyázz a botlott, hogy üves teremén a lámpák felé lesett gyanakúan, ott kecsörélt hápokbartóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, nem törhet ki érti, a tájó elhagyott. És így váratlan előbukkan egy férfi, de tovább baktatott. Én most gondoltam, nem törhet ki érti, elhagyott. De tovább, utána néztem, kifosztott be engem, és védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyunk. Csere! Miki, csere, állj meg! Indítsd el a mozgásról, te azt utálsz, nem rohagyál! Ne! Számolta a legyek, mit telefonoztam, és mikor miért kinek aktába érhetek, mire lámozottam, és azt is kiérti meg. És nem sejtem, mikor lesz elhívok előkontolni ezt a kartotékot, amely jogom sérti meg az országok. Országban a törékeny falok, anyám most született, de nem vagyok fájáról. Nem mit csinálsz? Jó, azt kell, hogy nézd, hogy elfáradtad. Jó, kicsit le. Ki van? Most jó volt, de én nem rontottam. A mozgásban. Figyelj! Figyeljetek, azt mondja, halkan megjegyzem, hogy Herold, ezt te sír való annak jöntelem. Hát, hogy itt azért, de itt van. Mi is a határa. Figyelj! Egy, kettő, meg. Ja, bocsánat, Zsófi mozog először, és utána tovább. Mert? Kitérje meg, hogy elmondjam, mi vádolt hazafelé, mert egy epre éppen nagy sötétség szállott, mint bárcsony felvetek, és a lobát álmatlan forogtak, mint a gyermek, és szedesen forogtak a savány dövök. Az összi szerkeztük vigyázom, ott a hűmes tenevény a lábbák felé lesett gyarakúan, patkács egy ilyen hápokba atóban, nem erre mentem én. Épp azt gondoltam, nem lehet kiérni, a tájú elhagyott simára. Csere, állj meg! És mehet Kira, a mozgás és a Zsófi a szöveg, mert? Simváratlan, előbukkant egy férfi. De tovább baktatott, utána néztem, kifosztott, de hisz, védekezni úgy sincsen semmi kedve.
Jó, ja. Oké, csücs le. Lili, ki a párod? Én. Gyere. Lili kezdi, a cseréni mindig megállsz, és akkor... Melyiket kezdjél? A mocsást, és utána... Jó, figyelj, meg. Kit jöttem meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menek? A gyepre éppen lencsötétség szállott, mint bársony termetek, s a lábom alatt álmakra borogtak. Ütött gyermekként csendesen borogtak a száraz fa levelek. Fürkészre körbe gugoltak a bokrok a városteremén. Az összicél köztük vigyázó botlott, vadkács egyet hápolval tudom, amelyre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki ezt a pályaját, hogy egyszerűen váratlan előbb jutott egy férfi, de tovább baktatott. Gyere! Épp azt gondoltam. Állj, állj! Egy, 5 másodperc megállás, gyop indítja a mozgást és meg. Tessék! Itt nézd, épp azt gondoltam, azt elmondtam már. Utána. Kezd onnan. Jó. Te, figyelj, meg. Épp azt gondoltam, nem törhet ki érti, a pályaját, hogy váratlan előbb jutott egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifosztott engem is vérekedni, nincs is semmi szerben, mint nyomorult vagyok. És az országban ötörékeny falvak, anyámok született, az elevályok fájáról lehultak, mindig televelek. Sárjuk hárra felnő, bal szerencse, mindent csörön, hogy nyomorát jelentse. Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem így honos, nem hittem a létet, hogy könnyebben teket, aki alattomos, és a népek, mely rettek, hogyha választ, személyesült a pontosan, de választ. Pártcsere, Szonya. Szonya kezdi, mozgást, ebben a szövegét. Ne. Kitiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet. A gyepréi felancsötétség szállok, mint bársony termetek, s lábom alatt álmatlan korogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben kugoltak a bokrok a város peremén, az őszi szél köztük vigyázó botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakúan, vodkácsa riadt ápolhat túlban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti, a tájolj át. Gyere! Simbára? Várjáját! Egy persze megállsz, és sebekön nyitja a mozdulásod. Mert? Én váratlan előbukott egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifoszhatna engem is. Védekedni nincsen, semmi kedvem, mint nyomorult vagyok. Számoltathatják, mit telefonoztam, és mikor, miért, kinek. Haktákba írják, miről álmodoztam, s azt is kiérti meg. És nem sejtettem, mikor lesz elég ok előgodolni azt a tartatékot, mely jól se érti meg. Gyere! És az országban a törékeny falvak, anyám ott született. Az eleve jogfájáról lehújtak, mint itt a levelek. S ha rájuk hárna felnőtt bal szerencse, mind megcsörök, hogy nyomorát jelentse, s elfordik szép kereg. Én nem ilyen megképzeltem a rendet. Lelkem nem íhonos. Nem hittem létet, hogy könnyebben telked, aki alattomos. Sem népet. Se. Sem népet, amely rettek, hogy a válasz. Szemétesük a fontos, hát a válasz is. Gyúlhat orosz. Én nem ilyen megképzeltem a rendet. Pedig hát sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek. Mint apró gyermekhez kiugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám rokonomban. Ezek idegenek. Jó, oké, köszi. Franco. Franco kezdi. Figyeljetek a mozgásait. Mert az is legyen fontos. Figyelj! Kitérje meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet. Dorka, Falkot után, az a, az a mozgás, hogy Falko a mozgás, te a szöveg, jó? Oké? Egy, kettő, mert nézd, mert előtt, mert. Kitétje meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet. A hűvös televénye nem tett, hogy lesz egy anakúan, vadkácsori a Falkokban, szóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám csak lehet kiérti, de tájból elfogott. Simbálatlan előbb bukott egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifosztatná engem, hisz védekezni nincsen, semmit ebben, mint nyomorult vagyok. Számoltathatják, hogy mit telefonoztam, és mikor, miért, kinek. Aktályba írják, hogy miről álmodoztam, és azt is kiérti meg. S nem sejtettem, mikor lesz elégbuk előtt kotorni azt a kartodékot, és elégom is érti meg. És az országban a törékén falvak anyámot született, és az eleve jogfájáról lehúltak, mint itt a levelek. És a rájuk hága felnőtt bal szerencse, mindnek csörön, nyomorát jelentse, elbordik szépereg. Ó, nem képzeltem el rendet. Csere! Lehetem nem így. Álljál! Megállsz, szembenézzel, Franco indítja a mozgásot, meg. Lehetem nem így. Nem hittem létet, hogy könnyebben terhetik ki alakos. Sem népet, amely rettek, hogy a válasz. Szemétesek a fontosan a válasz, és vidulhat orosz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engem már sokszor nem is tudtam, hogy miért. Mertek, mint apró gyermeket jobban volna. Felnőttem már. Szaporodik fogalmon az idegen agyok, mint szívemben a halál. És én ebben gyögyök, még nem vagyok.
Jó, ja, oké, okay. Oké. Nem volt még Ágitala, uram? Figyelj! Na, oda kezdi a mozgást. A cserénél várd meg, amíg elindítja a mozgást. Egy, két-három másodperc szület, jó? Figyelj! Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lancsépítség szállott, hogy bársonytermetek, slávom alatt álmatlan fogott a kütött gyermekként csendesen morogta a kosobánlevel. Fürkészve körben bugolott a bokrok a város teremén, az őszi szél köztük vigyázogatott. A hűvös felemény a lámpák felé lesett gyanakon, patkácsa riadt hátokba a tóban, amelyre mentem én. Épp azt gondoltam, hogy rám tűnhet ki érti-e táj, hogy elmondott. Kívánatlan! Én bárhatlan előtt Csere! Itt a kettő megállunk egymáshoz szembe, Laura elkezdi a mozgásot, és utána a szöveg, mert... Kifoszthatna engem is félrekezni, nincsen semmi kedvem, még nyomorult vagyok. Számot adhatják, mit telefonoztam. Mikor? Miért? Kinek? Aktálva írják, miről álmodoztam. S azt is kiérti meg, és nem sejtetem, hogy mikor lesz elég jobb előkotolni. Azt akartatékot, mert jogom sérti meg. Jó, oké, megoldatok? Nem, mi? Gyere, harcos. Figyelj! Mozgás, szövet, mert... Kikérkedett, hogy elmondja, mi bánik azon felé menet. A gyepre éppen lancsúzítsék szállott, hogy társadalmi felmetek, és lábomra támadnak szorak, hogy a gyermekként csöndesen blottak a sohány fele bele. Fürkészve körbe gugoltak a bukrok a város felemét, Csere! Álmatlan forogtak. Álljál! Megállsz! Egy másodperc Marci indítja a mozgást. Mert? Mert? Fürkészve körben gugoltak a bokrok a város felé, mint az... Csere! Hüves telemény! Köszönöm! Jó! Oké. Csoport Csere. Hogy nézik, bár mit mondtál még? Tegyek fel a kezét ebből a csoportból, aki azt gondolja, hogy ha ez most egy felvételi vizsga lett volna, akkor az ő neve bekerült volna valamelyik felvételiztő tanár tüzetébe. Hát, hogy mit írt fel a... Na jó, azt mondtam, hogy jó, viszik el jót. Persze, hát azért. Hát. Oké, okay, jó. Csak ugye ez a cél. Tehát azzal nem foglalkozunk, aki kihullik, azzal foglalkozunk, aki fönnmarad. Jó. Kincső, ki a párod, Jászmin? Na gyere, Jászmin, gyere. Kincső kezdi a mozgást. Figyelj, a cserénél egy másodpercig megállsz, és utána akkor kezditek el, amikor a mozgó ember elindít, mint ahogy most is. Akkor kezd a szöveg, amikor elindít a kincső. Jó? Jászunk. Mert? Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafele menet? A gyepre éppen nagy sötétség szállott, mint bársony felmetek, s lábom alatt álmatlan forogtak, kis, hogy gyermekként csendesen maradtak a sovány levelet. Épp az gondoltam rám, hogy hát kiért a kár, hogy elhagyod, s így bántottak előbb, hogy szentő férfi, Állj meg! Fölállsz! Csere! Jász, indít és jöhet a szöveg! Utána néztem, kifoszhatná engem, hisz védekezni, nincsen semmi kedvem, mint nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodottam, s azt is kiértik. Csere! És az országban a... Az országban a törékeny falvak, anyám ott született, az elemennyi a fájára lepültek, mint itt a levelek, s a rájuk hága felnőtt, bazd bele, csak így megcsinom, hogy gyomorát jelent, csak az ég polik álperek. Jó, csere! És az országban a törékeny falvak, anyám ott született, az eleven jog fájára lehultak, mint itt a levelek, s a rájuk hága felnőtt, bazd bele. Jó, köszönöm, álmos. Figyelj! Dávid kezdi! Mert? Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelemenet? Ugye akkor éppen nagy sötétség szállott, én bácsolt. Figyelj, tedd el! Tudod mi a feladat, ha zavar, tedd el ezt? Te tudod, hogy zavar nem zavar. Mert? Jól vagy? Nem. Csücsd egy picit. Megálltjuk Álmosra, tudod, akkor folytatjuk, nem akkor úgy párkodod át. Figyelj, te vigyázzál magadra, én nem tudok. Nati! Tüzdes, tüzdes. Menjél, menjél, menjél.
Ugye, Anna kezdi a cserénél, megállt egy pillanat, és akkor aki átviszi, mondja, hogy jó? Ugye, fel! Kivírta meg, hogy elmondja, mi bántottnak a felémenet. A gyerekeikkel lancsepicsik szállott, mint bársony termetek. Lábom alatt álmatlan korogtak, itt a gyermekként csendesen morogtak a szomály levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén, az őszi szörköztük vigyázva botott, a hűvös televény a lámpák felé lesz, így a nappal hat kárcsak a amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki érti, e táj oly elhagyott, s imváratlan előbb bukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifoszhatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tartatják, mit telefonoztam, s mikor miért kinek. Aktákba írják, mire álmodoztam, s azt is kérti meg. S nem sejtettem, mikor lesz elég bok előfotolni ezt a tartotékot, mert jogom sérti meg. És az országban az eleven jobb fájáról leúltak mi. Az eleven jobb fájáról lehúltak, mint itt televele, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörel, hogy nyomorát jelent, ja, s elfordik szép perem. Kis le. Rakozzál. Szonya, oda tegyük, mehet. Igen, innen folytassuk, jó? És az országban a falnak, jó? Ez ő, jó? Oké, okay, mehet? Figyelj! Szonya, kezdj a mozgást, mert. És az országban a törékeny falnak anyám ott született. Az elemei szájáról lehúltak, mint itt levelek. És ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsinálom, hogy nyomorát jelentse. Csere! Szép pereg, erre oda kell figyelni, mert csere! Akkor kezd az elejétől, mert elejétől. Kitiltja meg, hogy elmondjam, mi váltott hazafele. A városban... Jó, köszönöm, csüss le! Ki jön? Ráhel? Mi? Villa. Villa, vigyázz a kezedre, ezt tudod, mit tudsz csinálni. Csüss le, csüss le, csüss le! Jó? Figyelj! Ne. Ki kezd? Te. Én mondjam a szöveget? Nem, te mozog. Akkor jó. Mert. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet, a gyepre éppen lancsadék és szállott, mint dásony kármetek, s lábom alatt álmatnak borogtak, ütött gyermekként csendesen borogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén, az őszi szél között vigyázva botlott, a hűvös peremén... Csere! A hűvös televény a lámpák felé lesedjen, ahol a makkácsori a tápogatóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, egy kertájúval elhagyom. Simáratlan előbukkant egy férfi, de soha bakatott. Utána néztem, kifoszhat engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, mint nyomorult vagyok. Számon tartottak, mint telefonoztam, és mikor lehet kinek. Csere! Aktákba írják, miről álmodoztam. Csere! És azt is kiért meg, s nem sejtettem, mikor lesz elég ok előkotolni ezt a kartotékot, mert jogom sérti meg, és az országban a törékeny falva anyám ott született. Csere! Az elemei pályáról lehúltak, mint itt elvelek, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mindent szeret a nyomorát jelentse, s ápolni szép felek. Ó, én nem így képzeltem el a rendbe, de nekem nem így van, s nem hittem létez a könnyebb. Ja! Köszi, csücs le, Bálint. Ki a pár? Anna? Na. Gyere! Megvagytok? Igen. Bálint kezdi a mozgást. Kitérte meg, hogy elmondjam, mi váltott hazafelé, mert a gyöpélt a lancsok egy csöcs szállott, és látszik meg, mert egy... Ajjajjaj. Anna, csücs le, Dávid, gyere a Bálinthoz. És innen... Ajjajjaj. Innen jöjjön. Bálint, te mozogsz, Bálint, szöveg. Mert? Kezdve az elétől is, jó, mert? Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet, a gyepre éppen nagy sötétség. A gyepre éppen nagy sötétség húzott, hogy bársak felmetek. Gyere! Lábom alatt álmatlan forogtak, hogy a gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fűkészre körben guggoltak a bokrok a város peremén, az őszi szél között. Vigyázva mondtott a üdös peremén, a lámpák fölé lesz, hogy a nappal a lapját, hogy a tápogató van erre. Épp azt gondoltam rám... Épp azt gondoltam rám, terhet ki, érti? Hát állj, jól járt vagyok. S ím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatol. Utána néztem... Gyere! Kifoszt... Kifoszhatta engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, mint nyomorú több. Számos acetság, mit telefonasztam, mikor miért kinek, csakták be írhatják ki. Miről álmodoztam, s azt is kiért meg, s nem sejtem, mikor...
Csinálsz, kocsa! Csinálsz! Csinálsz! És nem sejtettem, hogy mikor lesz elég előkutatni azt a tartatékot, mert jogom sérti meg. Figyelj! Gabi kezdi a mozgást. Kitétse meg, hogy elmondja, mi bántott az a felé menet. A gyepréktel lancsot, kicsik szállott, mint bács, hogy permetek, és ábamban támadtak, forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Épp az fürkészek körben guboltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázó botlott, a hűvös televén a lámpák felé lesek gyanakvóan. Vadkát söri a tápokba a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, hogy... Csere! Épp azt gondoltam, rám törött. Számon tartották, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek, aktába írják, miről álmodoztam, s azt is ki érti meg, és nem sejtettem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mert jogom sérti meg. Cseres! Csak. Az országon a vi... Ne! Hozom. Az országon az egyik a balra, a anyám ott született, az elemények fányon behúztam, és vitt a levelet. Ha rájuk hág a felnőtt, az szerencse, mind megcsőrem, hogy jól rád jelentse, s elboldik szép öreg. Csere! Állj meg, Gabi! Ez Gabi. Olyan nem itt képzeltem a rendet, lelkem nem hívlos. Nem hittem létet, hogy könnyebben teked, aki alattomos. Sem népet, amely vettek, hogy a válasz. Szegényt lesütt a fogot, s onna válasz, és vidul a torosz. Olyan nem itt képzeltem a rendet. Utánozz! Olyan nem itt képzeltem a rendet, pedig hát engemet... Csere! Nem is tudtam, hogy miért vertek. Állj meg! Nem is tudtam, hogy miért veletek, hogy apró gyermeket kiugott volna egy úszóra nyomhoz. Tudtam, messze anyám, rokonom van, ezek idegen. Jó! Virág, együtt! Figyelj! Mozog, szöveg! Be! Kitépje meg, hogy elmondja, mi bárdoznak hazafelé meg. Kérték fel, hogy csinálj, 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 fürkészek körbeg izlatok a városra, az őszi szép köztük vigyázva volt, a hűvös teleményen lássák felé lesett gyanakban, vadkács az ilyen tápokkal tóba, amerre mentél. Csere! Azt gondoltam, nem tudom. Állj már meg! Ő kinyitja meg! Én azt gondoltam, rám tudnak, te jól legyen. És így elmondtad egy kérdés, hogy tovább adtad. Azt gondoltam, mit hozzak le? Csak, sok. Akkor egy olyan 5 perc szünet, és az első...